Nagyban zajlanak a munkálatok a Knesa pince helyiségében. Megújul a helyiség deszkapadlója, valamint a beázott rész szanálása is megtörtént. A projektnek köszönhetően a színházterem új technikával bővül hamarosan. Az előadó terem felújítására és a színpad technikai eszközök beszerzésére hozzávetőlegesen 50 ezer euróba került. A megvalósítást az Európai Unió támogatásával sikerült megvalósítani határon átnyúló együttműködési program keretén belül. Az IPA projekthez szükséges 15%-os önrészt a Magyar Kanizsai Önkormányzat biztosította. Mindig igyekszünk berakni konkrét, megfogható dolgokat is, így ezen a pályázaton belül, mindahol most itt állunk, ennek a teremnek a padlózatának és a teremnek a felújítása is zajlik, másrésztől pedig egy fejlett hang- és fénytechnikai eszköz beszerzés is meg fog történni. A jelenleg zajló munkálatok szeptember végére elkészülnek, az új technikai eszközök pedig az év végéig megérkeznek az intézményhez.